A sértett az, az, akit jogsérelem ér, diszkrimináció ér. Sértett például az, akit mondjuk egy előállítás során, illetve egy ilyen rendőri adtak során kiparancsoltak alsónadrágba egy családot a házból, földre fektették őket, megbilincselték őket, volt akinek a fejére, például egy szívbeteg embernek a fejére is csukját húztak, úgy, hogy majd megfulladt, és úgy hozták be őket Budapestre vidékről. És ráadásul még a rendőrségnek a hivatalos lapjában meg is jelent egy cikk, ráadásul fényképpel, felismerhető arccal, ahogy fekszenek ott a hajnalban, vagy éjszaka a házuknak az udvarán, és amikor kiderül, ugye, hogy semmiféle bűncselekményes, semmilyen közük nincsen, és akkor másnap ugyanúgy, ahogy volt, ugyanúgy, ahogy voltak, hiányos öltözékben elengedték őket, tehát kiengedték őket itt Budapest belvárosába, úgyhogy az egyik úgy kért segítséget és mobiltelefon, hogy valaki jöjjön már értük autóval, és úgy vitték haza őket. Na most természetesen ilyenkor a magyar államot, illetve hát a rendőrfőkapitányságot beperelve súlyos kártérítési összegeket. Hát ők sértettjei voltak ennek a... tehát mi ilyen jellegű ügyekben jártunk el,